Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk a fél évben utoljára, mindenképpen. És ebbe az utolsó adásba pedig megnézzük a BINFA programot, ami már tulajdonképpen nem kapcsolódik így a tananyaghoz, legalábbis szorosan nem, de jól összegzi azokat, amiket eddig tanulgattunk és eddig nézegettünk. Úgyhogy ez lesz a mai téma. Kezdjük is el! Alapvetően arról lenne szó, hogy egy nagyon egyszerű kis ilyen bináris fa adatszerkezetet készítenénk. Hát fa adatszerkezet ugye van egy gyökércsomópont, és annak a gyökércsomópontnak van néhány gyermekcsomópontja. Hát nulla vagy valamennyi. A bináris fa ezzel annyiban különbözik, hogy annak pontosan két gyerekcsomópontja van. Ha gondoljátok, keressetek rá erre a fa, meg bináris fa, meg ilyesmi adatszerkezetekre, de szerintem fogtok ilyesmit tanulni majd a későbbiekben. És tulajdonképpen erre adnánk egy implementációt, megnéznénk alapvetően, hogy milyen programozási eszközök jöhetnek itt elő, de főként az lenne a lényeg, hogy tényleg programozzunk, gyakoroljuk, csinálgassuk, nézzük meg, hogy lehet azokat hasznosítani, amiket eddig tanultunk. Jó, és hogy mit fogunk egy ilyen bináris fába tárolni? Hát tulajdonképpen bármit lehet, ami ugye ilyen hát két állapotú dolog. Mi most azt fogjuk csinálni, hogy fogunk egy valamilyen szöveges bemenetet, azt átalakítjuk úgymond binárissá, így idézőjelbe, mert nyilván az már bináris, csak a reprezentációt is meg kell oldani, és ezt fogjuk reprezentálni. Na most ugye egy ilyen bináris fának, ugye, ahogy mondtam, vannak csomópontjai, illetve vannak részfái, úgymond. Na most ez a csomópont, ez tulajdonképpen egy értéket tárol, valamilyen tetszőleges értéket. Nyilván ez a fától is függ, hogy pontosan mit is és hogyan is csinálnánk. Ugye bináris fáról lévén szó, mi ezt leegyszerűsítjük, hogy nullákat és egyeket fog tárolni, tehát vagy nullát, vagy egyet. Jó. Alapvetően ez lenne ami egyszerűsíti a mi dolgunkat, ezért mondtam azt, hogy ezt a szöveges bemenetet majd mi binárissá fogjuk alakítani. Jó, és ennek a csomópontnak tehát van egy értéke, illetve úgymond két részfája, egy baloldali, meg egy jobboldali részfája. És ezeket a részfákat mi pointerekkel fogjuk most megoldani, reprezentálni. Lesz egy pointer, ami a baloldali részfára, meg lesz egy, ami a jobboldali részfára fog mutatni, és akkor ezt ugye egy rekurzívan tudjuk majd szépen felépíteni, bejárni, meg majd egy-két egyéb dolgot csinálgatni, ami még így érdekes lehet. Jó. Oké, és akkor hát alapvetően úgy szoktuk, hogy ezt a bináris fát egy osztályba reprezentáljuk, tehát tulajdonképpen az egész BINFát, és ezen a BINFán belül van ugye egy csomópontosztály, ami a csomópontokat reprezentálja, és tulajdonképpen nagy vonalakban ennyi is lenne. De csak hogy ne legyen olyan egyszerű a dolgunk, nyilván itt FreeStore-ba fogunk memóriát használni, és akkor már ugye tudjátok, hogy ez mit von maga után, ugye a Rule of Five miatt, akkor ugye implementálnunk kell a másolást, a mozgatást, meg sok más egyebet, de ezt majd mindjárt nézzük is. Jó. Rendben. Oké, és egy pillanat türelmeteket kérem, csak ránézek itt a jegyzetekre. Jó. Oké, és egy pillanat. Na, akkor itt is vagyok, és akkor hát szerintem kezdjük is el. Oké. Jó, tehát alapvetően kezdjük azzal, hogy van nekünk egy, lesz nekünk egy main függvényünk, nyilván, hiszen oda akarjuk majd az egészet, ott akarjuk majd nyilván használni.
De szedjük szét ezt, most már csináljuk elegánsan, amennyire csak lehet, és szedjük szét header, illetve CPP fájra magát a BIM-fát, csak hogy picit átláthatóbb legyen. És akkor erre hozzunk létre egy ilyen, hát, BIM-fa-H, illetve legyen egy ilyen BIM-fa-CPP-nk, ahol meg majd a definíciók lesznek. És hát igen, úgyhogy akkor kezdjük is el írni. Szerintem alapvetően itt különösebben, hát, hogy oldjuk meg. Igen, majd ide fogjuk beinkludolni a BIMFA header-t, de egyelőre csak kezdjük el írni a main-t. Csak hogy lássuk, hogy hogyan is szeretnénk. Furcsa megakadások vannak itt. Érdekes. Jó. Bocsi, csak egy kis technikai probléma. Jó, rendben van. Tehát nyilván itt akarunk majd valamit, és ide akarjuk létrehozni ezt a BIMFA objektumot. Egyelőre tényleg csak így simán leírom a példányosítást, és aztán majd nyilván itt valami fájlt meg kell nyitni, beolvasni, akkor fájlba írunk ki, ezt is kicsit megnézegetjük, gyakorolgatjuk, hogy ezek a fájlba írások, fájlból olvasások hogyan működnek. Nyilván csinálgattuk már, de azért ránézünk még egyszer, hogy biztos legyen. És akkor nyilván ennek a BIMFO objektumnak a deklarációja pedig majd ebben a BIMFA header-ben lesz. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük is ezt szépen megírni. Jó. Na. Alapvetően, ahogy mondtam is, tényleg úgy fogjuk kezdeni, hogy egyrészt ugye nyilván ilyen konstruktorokat, meg ilyesmiket kell írogatni, de ott majd azért nem egy kanyarba fogjuk, legalábbis így elsőre, hanem akkor szerintem kezdjük el írni a csomópontosztályt, mert akkor ott rögtön látni is fogjuk, hogy hogyan néz ki egy ilyen csomópont. Alapvetően ugye egyrészt kell nyilván egy konstruktor, az mondjuk nem árt, amin keresztül ezt elkészítjük. Csomópont. És ennek a csomópontnak igazából az kéne, hogy átadjuk azt az értéket, amit hordozni fog. Hát itt esetünkben egy sima karakter lesz, ugye egy 0 vagy egy 1. Viszont jó lenne, ha ennek adnánk kezdő értéket is, rögtön az elején. Azért, mert majd a gyökér csomópontot azt így fogjuk reprezentálni. Jó. Egyébként meg lesz egy betűtagunk, de akkor szerintem ezt meg is írom ide. Tehát ez lesz az, ami majd hordozni fogja a csomópont értékét, illetve kell nekünk két pointer a gyermek csomópontokra. Ez lesz a nullás részfa. Csak leírom. Oké. Ez pedig az egyes részfa. Tehát baloldali részfa, jobboldali részfa. Így fog kinézni. Nyilván azok is, amire mutat, azok is csomópontok. Értelemszerűen ezért kell a csomópont pointer. Jó. Kiteszem nagyba, hogy kicsit jobban látszódjunk. És így van, itt a konstruktorban alapvetően annyit kell csinálni, hogy ugye átadjuk ezt a betűt. No, tehát értékül adjuk a B-t a betűnek, ugye ez lesz a 0 vagy az 1, attól függ, hogy milyen karakter érkezik éppen, tehát mit kell a fába építeni, és ugye a két gyermek csomópontot, hát minek után konstruktorba vagyunk, ezért kinullázzuk.
Alapvetően itt nekünk ez most így szerintem rendben is lesz. Ugye, tehát akkor nyilván itt ez egyértelmű, itt egyrészt van egy kezdőértékünk, tehát hogyha úgymond az alapértelmezett konstruktorral példányosítunk, akkor ugye ez a perjel lesz az értéke tulajdonképpen a csomópontnak. Ezzel fogjuk jelölni majd a gyökér csomópontot. Jó, majd ezt mindjárt megnézzük, amikor odaérünk, hogy ez miért érdekes. Egyébként meg nyilván adjuk a betű tagnak értékül a nullát vagy az egyet. Jó. Minek után éppen most hoztuk létre ezt a csomópontot, ezért neki gyermek csomópontjai még nyilván nincsenek, úgyhogy a bal nullát és a jobb egyet simán csak kinullázzuk. Ugye ide írhattam volna null pointert is, de C++-ban jó a nulla is, ugyanazt jelenti. Jó. Rendben van. Ha már ezek privátak, akkor érdemes lenne nyilván egy pár helper függvényt ide betenni. Úgyhogy csináljunk is olyanokat, amivel el tudjuk kérni a két pointert. Jó, hát ezek tényleg csak simán a egy-egy getter függvény, és jó lenne nyilván, hogyha ezeket be is tudnánk állítani. Ugye? És ez akkor fog kelleni, amikor jön egy új csomópont, és azt valamire be, és azt föl kell fűzni, úgymond a fára. És itt ugye paraméterül majd egy csomópontot fogunk adni. Csomópont pointert, így van. És itt akkor a jobb oldali részfát fölfűzzük. A jobb oldali részfára fölfűzzük azt a csomópontot, amit majd újonnan létrehozunk. Ha odaérünk, megnézzük ezt is. Oké, és ugyanezt megcsináljuk a másik oldalra is. Jó. Legalábbis reméljük. Jó, és még egy get függvényt ugye a betűre. Azt is le tudjuk kérdezni. Hát úgy dióhéjban egy csomópontunk nagyjából így kellene, hogy kinézzen. Tehát, ahogy mondtam is, van ugye egy betű, ez az, hogy milyen értéket tárol, ez itt most egy 0 vagy egy 1 lesz, illetve van két pointerünk, ami tulajdonképpen a részfákra fog mutatni, ez a jobb oldali gyermek, ez pedig a bal oldali gyermek. Oké, és konstruktorról beszéltünk, ugye kell egy-egy getter függvény a gyermek csomópontokra, tehát ugye azokra a pointerekre, amikkel a gyermekeket tudjuk hivatkozni, kell egy-egy setter függvény, amivel ezeket be tudjuk állítani, illetve itt van még egy getter függvény a betűre tulajdonképpen, hogy azt is el tudjuk kérni. Jó, beállítani azt csak a konstruktorral fogjuk tudni, mert úgy a biztos. Nem ahináljuk az értékét mással. Jó, rendben van. Jó reggelt, Crazy, igen. C++-ba írjuk. Itt Bevprogon ez a téma. Ebben programozunk. Jó, rendben van. Na.
Úgyhogy akkor a fának már megvan a csomópont része. Most ezt a csomópont részt el kéne kezdenünk használni is. Ugye, hát hol is kezdjük? Ugye egyrészt majd fog kelleni nekünk egy gyökérpointer. Ugye ez lesz az, ahol a fánk indul tulajdonképpen. Ez lesz az a pont, ahol a fa van. Nyilván ezt a memóriába tudnunk kell, hogy hol indul a fa. És ugye innen a gyökér csomóponttól kezdve majd szépen be fogjuk tudni járni ugye ezeknek a függvényeknek a segítségével a teljes fát. Szóval ez jó mindenképpen tudnunk. Oké, és ami még itt lesz az algoritmus miatt kell egy másik pointer is, aminek a segítségével majd be fogjuk tudni járni. Ugye nyilván itt ezt fogjuk majd léptetgetni, meg ezzel fogunk dolgozni. Amikor odaírunk, hogy a faépítő algoritmust írjuk, akkor erről majd mindenképp fogunk beszélni, hogy ez a fa pointer, ez pontosan mire kell. De jó, ha van nekünk. Oké is. Na. Rendben van. Mi kell még? Ugye jó lenne, hogyha ezt a fát ki tudnánk írni. Tehát az egy igen hasznos dolog. Ezt írhatnánk operátorba, de hát, sőt, lehet, hogy majd fogunk használni operátort is, csak kicsit egyszerűsítsük a dolgot. Tehát egyrészt egy ilyen, ugye meg kell mondanunk, hogy honnan akarjuk kiírni. Valószínű ez a gyökértől lesz mindig, de igazából ez mindegy. Illetve azt is jó lenne megmondanunk, hogy hova akarjuk kiírni. Legalábbis mindenképp érdemes lenne. Úgyhogy itt akkor átdobunk egy ilyen OStream referenciát, ugye a szokott módon. És akkor itt már ugye azt is mondhatjuk, hogy akkor írjuk file-ba például, vagy írjuk ki standard out-ra, vagy akárhova, amilyen OStream típusú objektum lesz. Legalábbis így szerintem ez rendben van. Akkor jó lenne egy olyan függvény, amin keresztül majd le fogjuk tudni másolni. Hát, igen, adjon ez vissza majd egy ilyen csomópont pointert. Legyen egy ilyen máshol függvényünk, mert majd fog kelleni, ugye? Ahogy mondtam is, most még nem látszik, de ugye, hát ha már itt pointerek, sőt, hát ha itt pointerek vannak, akkor ugye rögtön beindul a csengő, hogy hoho, hát itt valószínű valami free store beli dolog lesz, úgyhogy akkor jöhet a rule of five, ugye másolás, mozgatás, jó. És akkor erre jó lenne egy ilyen máshol segédfüggvény, ami azt mondja meg, hogy mit másoljunk, ugye az, hogy a hát nyilván egyrészt kell a csomópont, hogy mit, másrészt pedig majd kelleni fog a fa pointer, mert ugye a bejáráshoz majd az is szükséges. Jó, megnézzük ezt is, mihelyest odaértünk. Jó. Oké. Jó. Rendben van. Na most nézem még, hogy mi is kell. Hát sok minden kell még, az biztos. Ugye, hát a felszabadítást azt majd később, de majd kelleni fog egy ilyen olyan függvény is, amivel majd fel tudjuk szabadítani a memóriát. Legalábbis szerencsés lenne, hogyha ez külön függvénybe írnánk. Be lehetne tenni a destruktorba is, de inkább a destruktor majd csak hívja ezt a függvényt. Oké. Jó. Rendben van. Na, ami még itt kell, és azt most csak kikopipésztelem, és nem is akarok erről különösebben beszélni, azok ilyen matematikai függvények, ezekről tényleg nem akarok beszélni, mert azzal nagyon elmenne az idő. Úgyhogy ezeket tényleg csak ide bedobom. Jó.
majd ilyen statisztikákat fogunk kiírni a fánkról, hogy milyen a mélysége, meg az átlaga, meg a szórása, meg hasonló dolgokat. Ezekről most nem akarok itt különösebben beszélni, majd ennek segítségével fogjuk összehasonlítani a programjainkat, hogy ha ti is írtok, hogy jól működik-e. Jó, tehát egyfajta ilyen összehasonlítási alapot fog adni. Jó. Rendben van. És akkor, hát ide elkezdem írni a szabadítót. Ugye... De egyelőre csak így jelzem, hogy tudó, tehát ezt csináljuk meg, mert egyelőre még itt nem tartunk. Jó? De mindenképp meg fogjuk nézni ezt is. Jó, na és akkor ugye ez a BIMFA-nak ugye a privát tagjai, nézzük a publikus tagokat, hogy hogyan is legyen. Ugye, hát egyrészt nyilván kelleni fog egy konstruktor, és ugye a default konstruktor, ugye ez az, amit a legtöbbet fogunk használni, nem igazán látom azt, hogy kellene bármi spéci. Nyilván lesz másolás, mozgatás, tehát ezek menni fognak, de én nem látom azt, hogy különösebben kellene másmilyen, szóval csak default konstruktor lesz. És akkor itt a default konstruktor csináljon már annyit, hogy hozza létre a gyökeret, és az alapértelmezett konstruktorral, és ezt a fapointert állítsa rá a gyökérre. Jó, tehát itt látjuk, hogy itt tényleg csak annyi történik, hogy létrehozunk egy új csomópontot, ugye a FreeStore-ba tanultak szerint, és ugye ez lesz a gyökér csomópont. Jó, ugye a fapointert meg leállítjuk a gyökérre, ez a másik, hogy éppen hol vagyunk a fába, majd ezt az algoritmust megnézzük, hogy miért is érdekes, de egyelőre csak állítsuk rá a gyökérre. Ugye a csomópontot látjuk, hogy a default konstruktorral hívjuk, ilyenkor ennek a csomópontnak a betűtagja, az ezt a per értéket fogja fölvenni, csak hogy tényleg ezzel jelezzük, hogy ez a gyökér. A kitüntetett elem a gyökér. Jó. Rendben van. Hát egyelőre... Hát ezt hogy is jelezzük, mert nem akarom ezzel kezdeni. Hát állítsuk a másolást meg a mozgatást privátra. Mindenképp. Úgyhogy egyrészt ugye van nekünk itt egy másoló konstruktorunk. Ugye egyrészt ezt kellene privátra állítani. Van egy másoló értékadásunk. Ugye, jól mondom, igen, van egy mozgatás. Kezd keveredni itt a kis nagybetű, mindjárt ránézek, jó, nagybetűvel írjuk, igen, ez fontos, hogy nagybetűvel írjuk. Oké. Jó, rendben van. Jó, oké. És akkor ezeket mind csak simán betesszük ide a privátba. Ezzel jelezve, hogy ezt mi most nem akarjuk használni. Persze meg fogjuk majd ezt is írni, csak még nem most. Még nem most. Jó, rendben van.
Jó, és akkor ezt ide fogjuk majd nyilván megírni. Úgyhogy ezt ide be is teszem. Hogy ez a rule of five, ez itt mindenképp legyen meg. Jó. Krézi azért tettem még egyelőre privátba, mert nem akarok most ezzel foglalkozni. Később meg fogjuk írni ezeket mindet, csak ezzel jelezzük azt, hogy nem másolható. Tehát, hogyha mondjuk le akarnánk másolni, akkor hibát jelezne, nem pedig lemásolná az adattagokat. Jó? Hogyha ezt nem tesszük ide, akkor simán csak lemásolja az adattagokat, és az ugye nem jó, mert itt akkor ez problémát fog okozni. Viszont így, hogy ide tettem, így ha hiába akarnánk lemásolni, hibát jelezne, hogy az operátor privát. Ezért tettük ide. Jó, meg fogjuk írni mindenképp, mert ugye pointerünk van. Tehát mindenképp meg kell írnunk, csak most még ezzel jelezzük. Jó, rendben van. Oké is. Na, úgyhogy úgy gondolom, ebből mi lesz? Egy binfa. Egy bináris fájl, egy kis példaprogram itt devprogram. Jó. Amit viszont mindenképp meg fogunk írni, az a destruktor, hiszen az biztosan fog kelleni, és itt igazából csak annyit fogunk csinálni, hogy hívjuk ezt a szabadít függvényt, amit mindjárt megírunk, és egyrészt hívjuk a gyökér csomópontnak az egyes gyermekére, illetve hívjuk a gyökér csomópontnak a nullás gyermekére. Jó? És így szépen fogunk rekurzívan végigmenni a fán. De akkor nézzük meg, hogy mi is ez a szabadít függvény, és akkor most már írjuk is meg. Alapvetően nyilván itt arról lenne szó, hogy ezt az elemet szabadítsuk fel a memóriából, mármint hogy ezáltal lefoglalt memóriát szabadítsuk föl, csak sikerül kimondani. Úgyhogy akkor hát alapvetően ennyi lenne a dolog, de rekurzívan kellene végigmennünk az elemeken. Jó? És föl kéne szabadítanunk az elemnek egyrészt ugye a egyik részfáját, másrészt pedig a másik részfáját. Jó? És ez így szépen megyünk végig a bal, illetve a jobb oldali részfán, és ugye itt felszabadítjuk a memóriát. Jó. Hát itt egy pici kis javítás kell, mert ugye itt nyilván majd a gyökeret is fel kell szabadítanunk, viszont ugye emlékeztek, hogy ugye mozgató konstruktornál, vagy hát mozgató konstruktornál ez ugye okozhat problémát, mert ott ugye pont az a célunk, hogy kinullázzuk a gyökeret. Hát mondjuk null pointert föl lehetne szabadítani, de tehát lehetne delete-elni, de biztos, ami biztos. Nézzük már meg ezt. Jó, tehát nyomjunk egy ilyen tesztelést. Alapvetően szerintem nem lehetne belőle gond. De azért biztos, ami biztos, nézzük meg. Jó? Tehát csak akkor menjen le. Mondjuk nyilván akkor már ez a függvényhívás viszont tényleg okozhat problémát. Hát mondjuk itt is csak delete van. De annyiban, hát igen, annyiban okozhat problémát, akkor csak javítanám magam, hogyha nem is az elem kell itt.
Most gondolkodok, hogy... Bocs, gyökér. Igen. Nem az elem kell oda, hanem a gyökér. És ide pedig akkor az elemre ellenőrizzünk. Igen. De... Igen, ez fontos, hogy jól írjuk. Ugye, tehát miért kell akkor itt? Ugyanis, hogyha a gyökerünk null pointer, akkor ugye ezeket a függvényeket nem tudjuk hívni, tehát nem léteznek. És hát valamilyen segmentation fault, vagy valami hasonló hibát fog nekünk adni. Úgyhogy nyilván a gyökérnek léteznie kell, akkor tudjuk hívni a tagfüggvényeit, az egyes és a nullás gyermeket. És ugye majd a mozgató konstruktorba ezt a gyökeret null pointerre fogjuk állítani, majd egy bizonyos részénél, hogy ugye pontosan a destruktor ne fusson le, és ezt azért ki kell itt hiba kezelni, vagy hát ifezgetni. Hasonló történik itt is alapvetően, ennek már nem biztos, hogy lenne itt jelentősége. Biztos, ami biztos, csináljuk meg. Jó, na és akkor így történne igazából a felszabadítás, hogy szépen rekurzívan végigmegyünk mindkét részfán, majd a végén felszabadítjuk a gyökeret is. Jó, rendben van. Hát, crazy. Kell használnunk adatszerkezeteket, meg algoritmusokat is. Korábban megírtuk a részben, hát majdnem teljesen a vektorosztályt. Hát azért volt ott még egy-két hiányosság, de ja, nagyjából megírtuk. Jó, közben nézem itt a jegyzeteimet. Jó. Oké, és na. Hát mi kell? Még kellene egy kiír függvény. Mindenképpen, mert ugyan van már egy, de csak hogy lássunk ilyet is, terheljük már túl ezt a kiír függvényt. Egy olyan változattal, amiben csak a... De crazy, ez nem webprog, hanem bevprog. Bevezetés. Web. Ez alapozó programozás kurzus. Webprogon nálunk is van. Hát nem webprog a neve, hanem valami webtechnológiák. Nem is tudom, hogy ott van-e most. Én hát nem nagyon van. Talán webfejlesztés tárgyon van ilyen JavaScript, meg ilyesmi. Jó. Na, akkor hát meg nyilván kell egy olyan kiír függvény, ami public, és tudjuk hívni. Nem, ez csak annyi, hogy null pointere vagy nem. Tehát ha ez nem null, akkor igaz. Ha null, akkor meg hamis. Ezt írhattam volna így is. Igazából mindegy. Csak úgy egyszerűbbnek tűnt. Jó. Na, tehát akkor legyen egy kiír függvényünk. Ami igazából csak a OStream referenciát kapja meg. És valószínű majd ezt fogjuk hívni az operátorunkba. Ezt fogjuk hívni az operátorunkba. És csináljunk már azt, hogy... Ugye kiírásnál sok információt ki kell majd írnunk. Egyelőre csak így adminisztratívan beírom ezt így ide, majd megbeszéljük, hogy ez miért kell, illetve hívjuk a privát kiír függvényt egyrészt a gyökérre, másrészt az OS-re, tehát arra az output streamre, ahova ki akarjuk írni. Jó, és akkor ez a kiír függvény lesz, amit még nem készítettünk el, de hát ott még nem tartunk. Oké. Jó. Ha már kiírunk, akkor legyen egy operátorunk, ami ki tud írni. Pontosabban be tud írni.
félre beszélek, tehát nem kiírás, hanem beírás. Ugye ezek lesznek azok, amin keresztül majd be tudjuk tenni a karaktereket a BIMFA-ba. Hát ezt most ide belőle írjuk, eddig azt követtük, hogy kívülre tegyük ezeket. Már hogy osztályon kívülre, most megnézzük azt, hogy hogyan működik ez, ha osztályon belülre tesszük. Egyébként jobb gyakorlat az, hogyha az osztályon kívülre tesszük. Jó. Illetve itt van még pár adminisztratív függvény, ezeket megint csak így bemásolom ide. Ezzel most nem akarok különösebben foglalkozni. Jó, de majd megbeszéljük ezeket, meg majd látni fogjátok, hogy miért érdekesek. Na, átnézem akkor a jegyzeteimet, hogy rendben vagyunk-e. Hát úgy tűnik, hogy rendben van. És akkor, amit még itt szerencsés lenne, hogy tegyük már ide kívülre, csak hogy itt is meglegyen, amivel majd ki fogunk tudni írni. Ugye ez a szokásos tanult módon, csak itt most BIMFA objektumot fogunk kiírni. De itt is csak a prototípus van, mert majd az implementáció máshol lesz. Jó. Na. Oké. És akkor, hát szerencsés lenne, hogyha most már implementálnánk is ezeket a függvényeket. Úgyhogy akkor ez fog következni. Ugye első körben nyilván be kell ide tennünk ugye a BIMFA header-t, csak hogy látszódjanak a prototípusok, és akkor ezután fogjuk tudni elkészíteni őket. Hát, melyikkel kezdjük? Kezdjük a kiírással, jó? Mert az talán egyszerűbb egy kicsit. Hogy hogyan is kell kiírni. És akkor hogy volt a kiírfüggvény? Kellett egy pointer, hogy melyiket írjuk ki, illetve kellett egy OStream referencia, hogy hova írunk ki. Jó. Na, és akkor itt hát megint kezdjük a szokásos hibakezeléssel, hogy biztos, ami biztos, meg hát ez majd az algoritmus miatt is valószínű kelleni fog. Na, és akkor hogyan legyen a kiírás? Ugye egy ilyen fadat szerkezetet többféleképpen ki lehet írni, majd ezt nézzétek meg, ezzel nem akarok különösebben időt tölteni. Ugye lehet ilyen preorder, inorder, meg postorder bejárást csinálni. Hát mi csináljuk az inordert. Ez igazából annyi csak, hogy először feldolgozzuk az egyik részfát, utána a csomópontot, aztán a másik oldali részfát. Tényleg nem akarok különösebben belemenni. De inkább először akkor nézzük meg, hogy hogyan is lehet kiírni. Hát alapvetően nagyon egyszerű a dolgunk, ugyanis igazából, ha most nagyon szigorú akarok lenni, akkor annyit mondok, hogy az elemnek hívjuk ugye a get betű tagját, és igazából ez kiírja a betűt, ugye? Van itt nekünk ugye az elem, az egy csomópont, és a csomópontnak a get betű tagját kell csak hívni. Jó? De azért ne álljunk meg itt, mert nem lenne túl beszédes. Ugye egy fát akarunk kirajzolni, úgyhogy egy fának legyen már szára, mert miért is ne. És itt igazából annyit kellene csinálnunk, hogy pár ilyen kis vonalat kirajzolunk, attól függően, hogy milyen mélységben vagyunk a fában. Tehát, hogyha mélyen vagyunk a fában, akkor nyilván többet rajzoljunk ki. Hát, ez nagyon egyszerű lesz, csak tényleg ilyen három ilyen dest, vagy ilyen mínuszjelet, vagy kötőjelet kirajzolunk, és ennyi igazából. Jó, kiírjuk a betűt, meg írjuk már ki azt, hogy éppen aktuálisan milyen mélyen vagyunk a fában.
van. Legyünk konzekvensek, most ne józingoljunk fölöslegesen. Oké. Jó, és akkor ezzel kírjuk a csomópont értékét tulajdonképpen, meg egy kis pár vonalat, hogy lássuk, hogy hol vagyunk a fában. Oké. Jó. Ez eddig rendben van, viszont előtte jó lenne, hogyha kiírnánk a baloldali részfát, vagy hát az egyik részfát, hiszen in order bejárást csinálunk. Arra meg viszonylag egyszerű a dolgunk, mert egyszerűen csak hívjuk a kiír függvényt, mégpedig a... hát melyikre? Egyes gyermekre. Így van, tehát hívjuk a kiír függvényt rekurzívan a baloldali részfára, és itt nyilván továbbadjuk az output streamet. Analóg módon megcsináljuk ezt a másik oldalira is, csak itt a nullásra. Így van. Jó. Amit még itt kell állígatnunk, az ugye a mélységváltozó, hiszen azt nyilván itt kellene vezérelnünk. Hát, ahogy itt megyünk le, akkor állítsuk pluszra. És itt, ahogy már jövünk kifele, akkor itt pedig állítsuk mínuszra. Vagy hát csökkentsük. Jó? Ugye, mert itt, ahogy megyünk le a fába, itt mindig növelnünk kell egyel. Viszont, hogyha ez lefut, ugye ez a függvény, tehát az egész, akkor ugye egyel kintebb jövünk, és akkor csökkentsük a mélységet. Jó? Mert ez fontos része a dolognak. De majd meglátjuk, hogy működik-e. Most egyelőre legyen ennyi elég. Jó. Rendben van. Akkor nézzük meg ezt, hogy hogyan tudjuk építeni a fát. Ugye a fa építés pedig ezzel az operátorral fog működni. Ugye egy karaktert fogunk ide beírni. És akkor tulajdonképpen itt a faépítő algoritmusnak kell a logikáját elkészítenünk. Ugye alapvetően az lesz a logikája a dolognak, hogy ugye kezdetben van a gyökerünk, és akkor ahogy jön a következő, tehát jön az input, jön a következő karakter, ugye az egyes vagy egy nullás, ez szerint ugye szépen fölfűzzük a fára. Annyi lesz benne a úgymond a csavar a dologban, hogyha van már olyan részfánk, pontosabban van olyan gyermek csomópont, amilyen érték érkezik, akkor nem készítünk új csomópontot, csak egész egyszerűen léptetjük azt a fa pointert, amit az elején készítettünk, tehát csak léptetjük azt az egy pointert. Na de nézzük meg, hogy akkor ez hogyan is működjön. Ugye alapvetően meg kell néznünk, hogy ez a B, ez a nulla-e, tehát hogy nulla karakter érkezik el, és meg kell néznünk azt, hogy van-e az aktuálisan hivatkozott csomópontnak nullás gyermeke. És hogyha nincsen, jó, tehát ha nincs nullás gyermekünk, akkor létre kell hozni. És ezt pedig úgy tudjuk, hogy itt foglalunk neki memóriát. Nyilván nullás típusú csomópontnak fogunk memóriát foglalni, és fogjuk ezt a csomópontot, és fölfűzzük a fára. Hogy is volt a függvény? Új nullás gyermek. Így van. Tehát hívjuk az új nullás gyermeket, mégpedig az új nevű csomópontra. És még annyit csinálunk, hogy a fa pointert ráállítjuk a gyökérre. Jó, tehát ezzel a fa pointerrel visszalépünk a gyökér csomópontra. Viszont, hogyha nincs nulla, ha van nullás gyermekünk,
Tehát van már olyan csomópont a fában egyenlentebb, amit létre akarunk hozni, akkor egész egyszerűen csak léptetjük ezt a fapointert. Tehát nem fogunk új csomópontot létrehozni, hanem ezt a fapointert ráállítjuk a nullás gyermekre. Ja. Oké, ugyanezt megcsináljuk az egyesre is. Hát itt most csak ehhez írok, ugye amúgy is csak nullák és egyesek jöhetnek. Legalábbis, hát lehet, hogy kéne egy elszív, és akkor utána kis hibakezelés, de most ettől tekintsünk el. Jó, ugyanezt megcsináljuk ugye az egyesre. Jó, és hogyha van, akkor egyen léptetjük lefele a fapointert. Így van. És tulajdonképpen így épül föl a fánk. Nagy vonalakban. Jó. Rendben van. Hát kelleném fog majd a máshol függvény. De azt lehet, hogy egyelőre még most, hát majd meglátjuk, lehet, hogy kelleni fog. De majd kiderül azonnal. Jó. Hát írjuk meg a máshol függvényt is. Jó. Ott hogy is volt, hogy igen, egy csomó pont kell. És két csomópont pointerrel működik. Jó. Tehát akkor egy ilyen binfa csomópont pointert ad vissza, és ezt ne felejtsük el, és ugye egyrészt egy binfa csomópont pointer kell neki, ez legyen ugye hát egy csomópont, amit másolni akarunk, illetve kell a fa pointer. Mert majd azzal fogjuk ellenőrizni, hogy jó-e a másolás. Na és akkor hogyan kéne egy ilyen binfát lemásolni? Hát nyilván csomópontról csomópontra szépen kell menni. Ugye, hogyha emlékeztek, például a vektornál ugye úgy volt, hogy fogtuk azt a FreeStore-beli memória területet, ahol ugye az elemeik vannak, és szépen egyesével végigmentünk minden egyes elemet. Na hát tulajdonképpen itt most ugyanezt kell csinálnunk, csak itt ugye rekurzívan szépen végig kell mennünk az összes csomópontján a fának, tehát az összes csomópontot le kell tudnunk másolni. Hát akkor ezt csináljuk. Hát deklaráljunk ide egy új, hát új csomópontot, mert majd ide fogunk másolni. Ezt kezdetben nullázzuk ki. És akkor itt indítsuk el azt a rekurziót, ami szépen végig fog menni, ami ellenőrzi, hogy van-e csomópontunk, tehát hogy nem null-e, ugye? És igazából ugye a csomópontban lesz az aktuális csomópont, amit le kell másolnunk, úgyhogy itt akkor létrehozzuk az új csomópontot, és elkérjük a betűt, azt az értéket, amit éppen a csomópont hordoz magában. Így van. Jó, és igazából hasonlóan a kiíráshoz, szerintem itt is rekurzívan hívjuk
a fát, vagy a függvényt pontosabban, csak ugye ennek az új csomópontnak, ugye egyrészt az hát a nullás gyermekére tulajdonképpen, és úgy adunk hozzá új nullás gyermeket, hogy egész egyszerűen hívjuk a máshol függvényt, mégpedig a csomópontnak a nullás gyermekére. Így van, illetve a fapointerre. Jó, hát legalábbis reméljük, ugyanezt csináljunk meg az egyesre is. És ez így szépen le fogja nekünk másolni. Jó. Ami még kell nekünk, nyilván nem ártana egy megállási feltétel, itt pedig annyit fogunk csinálni, hogy megnézzük azt, hogy a csomópontunk az megegyezik-e a fapointerrel, hiszen alapvetően akkor itt egy kicsit akkor ugye át kell adnunk az értéket. Tehát akkor annyit csinálunk, hogy az a fapointer, ami itt van nekünk, az legyen egyenlő az új csomóponttal. Jó. Ezt mindenképpen meg kell csinálnunk. Jó. Rendben van. És hogyha ezt megcsináltuk, akkor simán csak adjuk vissza az új csomópontot. És itt már akkor látni fogjuk, hogy ez null pointer vagy se. És ha minden igaz, akkor ez így rendben is lesz. Jó, akkor kiírás, operátor, másolás megvan. Jó. Rendben van. Oké. Jó, még egy dolog, ugye kellene ez az OStream operátor. Bocsi, egy pillanat. Bocsi. Oké, tehát akkor írjuk már meg még ezt az operátort gyorsan. Oké, BIM-fára. És igazából itt annyi lesz hogy a teendőnk, hogy hívjuk a BIM-fának a kiír függvényét, ugye az output streamre, és visszaadjuk az OS-t. Yeah. A konvencióknak megfelelően ezt meg kell tennünk. Jó. Rendben. Na, itt még akkor bedobnék egy csomó ilyen adminisztratív függvényt. Amit mondtam, ezek az ilyen matekos, ami a mélységet számolja meg, meg ilyesmiket. Ezzel én most nem akarok foglalkozni, mert hosszú és matek, és nem igazán érdekes ez most. Jó, csak hogy a teljesség kedvére ez mindenképp legyen meg. Na, nézzük akkor még ezt a headert, csak hogy minden meglegyen. Ugye, ide azért kellene pár include, nyilván az IO streamet használjuk, most már itt a kurzus header nem fog előkerülni, tehát itt kell ez az IO stream, akkor kell a majd a matekos, mert ott a matekos függvényeknél ezeket használjuk, illetve hát lehet, hogy ez nem kéne. Most erre nem emlékszem, hogy ilyen file streamnél kell-e, de biztos, amit biztos tegyük be. Jó. Na most, mivel headerbe vagyunk,
Ezért ezt lehet, hogy nem csináltuk, de szoktunk ilyet, hogy úgymond így leellenőrizzük, hogy ez a header be van-e már inkludolva a programunkba. Ezt pedig ezzel tudjuk. Egy ilyen kis fordító deklarációval úgymond. Tehát így, hát nem is tudom, hogy mondják ezt, hogy gárdoljuk a headert talán. Mindegy, majd megnézem, és akkor azt majd látni fogjuk. Annyi a lényeg, hogy ez úgymond figyel arra, hogy ne lehessen kétszer beinkludolni egy header fájlt, linkelési hibákat tud okozni, hogyha ezt tesszük. Jó. Hát ide azért csak tennék egy usingot. Hoppá. Mert miért is ne? Egyelőre szerintem így azért az nem árthat. És akkor lehet, hogy ez a header rendben is van. De mindjárt ránézek. Ugye a rule of five-ot azt a végére hagyjuk. Mindenképp konstruktor, destruktor megvan. Ezek megvannak elvileg. Segédváltozók is. Jó, hát szerintem. Még akár jó is lehet. Jó. De majd meglátjuk, hiszen most már el kellene kezdeni írni. Ugye, hát itt létrehozunk egy BIMFA objektumot, de először nyilván valamivel ezt majd meg is kell hajtani. Úgyhogy nagyon egyszerűen nyissuk meg ezeket a fájlokat, amiből olvasunk, és amiben majd kiírunk. És ezeket a fájlokat kérjük már el parancsori argumentumként. Szerintem parancsori argumentumokat még nem használtunk BevProgon, nem emlékszem rá. Úgyhogy ezt most akkor meg is nézzük. Jó. Ezek a parancsori argumentumok tulajdonképpen a mainnek a paraméterei lesznek. Itt a paraméter listába fognak megjelenni, és itt fogjuk tudni ezeket használni. Jó. Na most először is legyen egy nagyon egyszerű kis hibakezelésünk, hogyha az argumentumok száma nem 4, majd ezt is megnézzük, hogy miért, akkor dobjunk egy kivételt, mégpedig egy ilyen usage error kivételt, ami azt fogja mondani, hogy hát nem jól használjuk a programunkat. Viszont, hogyha van egy ilyenünk, akkor azt definiáljuk is. Az usage error. Igazából nem kell különösebben túl gondolnunk. Nem fogunk most itt kivételosztályokat írni még egyelőre, csak dobjon egy ilyen usage error kivételt. Viszont, hogyha ugye dobunk kivételt, akkor ezt nyilván kapjuk is el. Mert hát, hogy nézne már ki, hogyha nem kapjuk el. És simán csak kiírunk egy hiba üzenetet. És ide majd egyébként le fogjuk írni, hogy hogyan kéne használni. De most egyelőre még ezzel nem bajlódnék. És adjunk vissza egy egyet, jelezve, hogy itt valami hiba történt. Jó. Hát, mivel fájlokat fogunk kezelni, ezért kapjuk már el a többit is. Ha már itt vagyok, akkor ezt csináljuk meg.
Jó, és itt meg adjunk vissza egy kettest. Jó, mert nyilván hibákat fogunk kezelni, és akkor tényleg ezek legyenek már meg. Jó. Rendben. Na, és akkor ugye parancsori argumentumokat fogunk kezelni. Rögtön látjátok itt, hogy hát ugye ez ilyen C-nyelvből megmaradt dolog, hogy itt ugye egy ilyen kétdimenziós karaktertömbbel fogunk majd dolgozni. Tulajdonképpen ez annyi, hogy szavaknak a listája lesz, most ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva. Igazából szavak lesznek egymás után. Nem akarunk most a mélységeibe belemenni, majd később belemegyünk Prog 1-en, ha úgy alakul. Úgyhogy itt tényleg csak most annyit mondanék, hogy ebben a karaktertömbben szavak lesznek. Jó? Mégpedig azok a szavak, amiket itt a parancsorba, ahogy futtatjuk majd a programot. Hát most egyelőre még ez nem látszik, de valahogy így akarom majd futtatni, hogy pont per binfa, infile, minuso és outfile. Jó? Csak hogy kavarodjanak a dolgok, hogy hát, de hát mi lefordítani szoktuk így. Igazából mindegy, mert futtatni is lehet, csak akkor meg kell mondani, hogy tehát ezeket le kell tudni kezelni. És ebben az argvétömben tulajdonképpen ezek a szavak fognak megjelenni, hát ilyen C jellegű szintaxis szerint, tehát ilyen karakterpointereink vannak. Majd beszélünk erről egyébként következő félibe, hogy ez hogyan működik. Most tényleg csak legyen annyi elég, hogy itt ezek a szavak meg fognak jelenni. Na jó. És akkor hogyan tudjuk ezt? Hát először is nekünk kellene az első szavunk. Ez pedig egy, hát elegánsan egy ilyen karakter pointerrel fogjuk kezelni. Mégpedig ezt a karakter pointert ráállítjuk az egyes számú argumentumunkra. Tehát az argv1-re. Miért az 1-re? Ugyanis a nullás az a programunk neve lesz tulajdonképpen. Az 1 pedig ugye a második argumentum, ugye nullától indul az indexelés, ezt ne felejtsük el, nagyon fontos. Jó. Ugye ez lesz a második, ez pedig a harmadik, pontosabban második, kettes számú és hármas számú. Jó. És tulajdonképpen itt annyit csinálunk ezzel a utasítással, hogy ennek a karaktertömbnek a legelső elemére ráállítunk egy pointert. Jó? Éppen pointereket tanulunk a befprogon is, szóval ez nyilván különösebb gondot nem okozhat. Jó. És akkor innentől kezdve ez lesz nekünk a file nevünk tulajdonképpen. A bemeneti file név. Jó, rendben van. Na, menjünk tovább, és ellenőrizzük már le ezt a minuszó kapcsolót, ugyanis, hogyha mondjuk nem ezt adnánk meg, akkor jelezzünk már egy hibát. Ezt pedig nagyon egyszerűen úgy tudjuk, hogy ha ez a argv 2.1, tehát az argv tömbünk harmadik szavának a második karaktere, az nem egyenlő az O-val. Tehát ha ez nem egyenlő az O-val, akkor dobjunk egy kivételt. Hát milyen kivételt? Hát ezt a usage error-t. Mert akkor valószínű nem jól futtatjuk a programunkat. Jó. Egyébként meg akkor hozzuk létre a fájlokat. Most ilyen fstream objektumot fogunk használni. És ezt az fstream objektumot pedig példányosítanunk kell. Egyrészt ugye a bemeneti file nevére, mint infile. Illetve itt ennek az fstreamnek meg kell mondani, hogy milyen irányba akarjuk ezt a fájlt használni, tehát egy bemeneti vagy kimeneti file legyen. Jó? És hát ez most ilyen bemeneti file lesz. Ugyanis olvasni akarunk belőle. Jó. Itt ugye megint jöhet a szokásos hibakezelés, hogyha valamiért nem jött létre a befile, akkor hát mi csináljunk akkor?
Hát, egyrészt írjunk ki egy hiba üzenetet. Mondjuk befáj nem létezik. És hát lépjünk ki. Nem a legszerencsésebb, mert itt megint csak dobni kéne egy kivételt, de az már nem usage error lenne, hanem valami más. Nem baj. Simán csak hiba kezeljünk. Most ilyen egyszerű módon. Jó. Hozzuk létre a kimeneti fájlunkat is. Ez pedig simán csak legyen most itt. Átadjuk a argv3-at. Ez ugye a negyedik szavunk tulajdonképpen. És ezt is határozzuk meg, hogy milyen irányú legyen. Hát ez most kimeneti lesz. NSD-ig kellene az STD? Hát nem ártana. Mondjuk szerintem emiatt nem fog kelleni. De írjuk oda, miért is ne. Mondjuk akkor ide is kellene. De mindegy igazából. Szerintem emiatt nem fog kelleni már sehova. Talán. De azért jó, hogy szólsz. Meglátjuk amúgy, lefordítjuk, kiderül. Hello, stop soros. Már nincs sok amúgy. Hát, remélhetőleg legalábbis, hogy nincs sok. Jó. Na, akkor van bemeneti fájlunk, van kimeneti fájlunk, most már akkor példányosíthatjuk az objektumot. Tehát ez mindenképp rendben van. Kellene nekünk egy karakter, amiben majd olvassuk a bemenetet, és akkor innentől olvashatjuk a bemenetet. Na most alapvetően egyszerű dolgunk van, viszonylag, hiszen binárissá kellene alakítani ezeket a karaktereket. Ugye látjátok, hogy itt a fába karakterek kerülnek, tehát tulajdonképpen a nullákat és az egyeket kéne karakterré alakítani. Ugye nyilván itt a reprezentáció az tudjuk, hogy bináris a gépen, viszont mi nem nullákat és egyeket akarunk betenni, hanem 0-1 karaktereket akarunk betenni a fába, és emiatt kell egy picit dolgoznunk. Ugye, és akkor ezeket, ahogy olvassuk ezeket a karaktereket a fájból, ezeket kell nullákra, egyesekre alakítanunk. Na tehát akkor olvassunk a fájból, és akkor most itt mutatok egy picit más módszert, hogy hogyan lehet. Ugye van nekünk ez a befile objektumunk, ami egy ilyen fstream objektum, és ennek a befile objektumnak van egy read tagfüggvénye. Ez ilyen kicsit ilyen C-s jellegű read függvény, csak egy picit talán egyszerűbben működik, mint a C-s. És tudjuk olvasni a fájlunkat. Hogyan olvassuk? Hát egész egyszerűen meg kell neki mondanunk azt, hogy hova. Ugye? Itt simán átadjuk neki ezt a karakter referenciát, hogy hova kell olvasni, illetve az, hogy mennyit olvassunk, és itt igazából csak annyit fogunk mondani, hogy legyen ez size of, és a előjel nélküli karakternek a mérete. Jó. Röviden ez annyit fog eredményezni, hogy bytonként fogjuk olvasni a bemenetünket, tehát ezt a fájt. Jó? Tehát mindig egy-egy bájtot fog beolvasni, és minden egyes bájtot ebbe a karakterbe fog tulajdonképpen beolvasni. Jó. Hát, ugye ennek a readnek, most erre tényleg nem akarok, mert itt void csillagozás volna egyébként, csak kell egy ilyen típuskényszerítés, ami rettenetes, de lássunk ilyet is, mert bizony használják. A read első paramétere egy void csillag lenne. Jó, nem akarok void csillagozni még, később majd megnézzük.
Oké, és na, és akkor a lényeg itt innentől kezdve az, hogy a karakterünk benne van ebbe a B változóba, ami mondjuk lehet egy C betű, D betű, bármilyen betű, és ezt a betűt kéne átalakítanunk nekünk ilyen nullákra és egyesekre, nullák egy sorozatára tulajdonképpen. Úgyhogy akkor ezt most tegyük meg. Ugye egy byte az 8 bitből áll, és szépen minden egyes bitet meg kéne néznünk, hogy az 0 vagy 1-es. Úgyhogy így akkor szépen végigmegyünk a karakteren. És itt csinálunk egy nagyon egyszerű kis úgynevezett bitmaszkolást. Ilyet se csináltunk még szerintem. Ami annyit tesz, hogy ugye ennek az értéke, az tulajdonképpen, hát ez, látjuk, hogy ez egy hexadecimális szám, ugye a 8 nulla. Na most a 8 nulla binárisan az úgy néz ki, hogy egy 1-es és 7 darab nulla a végén. Jó, tehát egy 1-es és 7 darab nulla. Nos, ha egy összeéselem B-vel, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy a legmagasabb helyi értékű bit ebben a B-ben az 1-es lesz, az összes többi pedig nulla. Jó. Mit mond ez nekünk? Ez azt mondja, hogy a B karakternek a legelső bitje az egy egyes, hogyha ez a kifejezésünk igaz. Hát akkor mit kell csinálnunk? Akkor egyesünk van, akkor tegyünk be a fánkba egy egyes karaktert. Ugye? Egyébként meg, ugye, hogyha ez hamis, akkor biztos, hogy nulla karakter van, akkor tegyünk be a binfánkba egy nulla karaktert. Na jó, de ugye ezt meg kéne néznünk mind a 8 bitre, erre pedig tudjuk használni a bit shift operátort, ami egész egyszerűen annyit csinál, hogy a B változónak minden egyes bitjét shifteli egyel balra. Jó? Tehát ha volt egy egyesünk meg 7 darab nullánk, akkor most lesz 8 darab nullánk igazából, ami nem túl érdekes, de a lényeg, hogy szépen shifteljük egyel balra. Jó, elshifteltük egyel balra, ugye ott megint megnézzük, hogy mi a következő legmagasabb helyi értékű bit. Ha az egyes, akkor egyes rakunk a fába, ha nem egyes, akkor nullát rakunk a fába. Jó? És ezt megcsináljuk 8-szor, és így szépen végigmentünk a B karakterünk minden egyes bitjén. Jó. Rendben van. Na és akkor ezzel elvileg föl is építettük a fát. Jó, mert ugye, hogy minden egyes bitjén végigmegyünk minden egyes karakternek. Jó, és ez a read függvény, ez addig fog igazán visszatérni, amíg a fájnak a végére nem érünk, vagy ugye nincs valami olvasási hiba, vagy valami egyéb probléma. Jó. Na hát fölépült a fánk, úgyhogy akkor most már írjuk is ki. A kiírást pedig meg tudjuk tenni, ugye, az operátorral. Tehát a kifájba írjuk ki ezt a binfa objektumot, nagy F, ezt mindig elrontom, erre oda kell figyelni. Konzekvensnek kéne lenni, nem tudom, amíg miért nagy F-fel írom, de mindegy. Jó, tehát írjuk ki a fájba ezt a fát, megírjuk ki a maradék információkat, ezt megint csak ide bekopizom. Ugye ezeket a mélység, átlag, szórás, ezekkel tényleg nem akarok foglalkozni, mert azzal nagyon elmenne az idő. Jó, rendben van. Arra nem pontosan emlékszem, hogy az F-stream objektumnak van-e implicit klóza, úgyhogy akkor azt még csináljuk meg explicit, azzal hibát nem követünk el. Most ez, erre már nem emlékszem pontosan, hogy ez működik-e. De itt akkor megint kis betű van, itt meg nagy, oké. Jó. Na, hát első körben akkor ennyi lenne, próbáljuk ki, hogy működik-e, és akkor a hiba hegyek valószínű érkezni is fognak. Hát, ahogy mondtam.
Jó. Hát szerintem ez biztos, hogy a copy-paste miatt van. Jó. Nem zártuk le az if defet, az fontos, hogy lezárjuk. Tehát ha itt van egy ilyen if not defined, akkor ide a végére az end if-et mindenképp tegyük be. Egyrészt, másrészt meg szerintem, hát igen, ez a copy-paste. Jó, ezek a... Na, hol vagyunk? Az operátorba vagyunk. Hova tettük az operátort? Aha. Szóval 6. Új nullás. Misztikus dolgok. Mindjárt észreveszem egyébként. Új nulla gyermek. Hát az fura lenne. Oké. Próbáljuk újra. Itt meg már a kis nagy betű a gondja. És ezek meg a copy-paste-es függvényekbe. Így van. Jó, akkor azokra ránézek. Igen, a definíciónál lesz biztosan. Igen. Hát igen, a copy-paste emiatt azért oda kell figyelni, de mondjuk ez szerencsére még nem olyan kardinális hiba. Jó, próbáljuk újra. Na, még a végén lefordul. Köszi, NSD-ik, igen. Hamarabb, hamarabb fölfogtad a hiba üzenetet, mint én. Stop soros. Jó, na hát már csak le kéne futtatni. Hogy is vagyunk, ugye? Igen. Jó, akkor ide kéne két bemeneti fájl, ezt egy pillanat türelmet mindjárt ide másolom. És akkor azt meg is nézzük, hogy mik is ezek a bemeneti fájlok. Oké, és jó. Na, egyrészt lesz nekünk egy sima text txt-nk, amiben három karaktert beírtam csupán, semmi különös, ez azért van, hogy gyorsan tudjuk tesztelni. A másik pedig egy nagyobb fájl lesz. Jó, ez pedig tulajdonképpen a humán genom második kromoszómája, pontosabban annak egy részlete, mert nem a teljes. Hát ez ilyen történelmi dolog, igazából mindig is erre futtattuk ezt a programot az elmúlt 10 évben. Most is erre fogjuk majd, ki fogjuk próbálni. Majd erről mesélek egy sztorit, ha úgy adódik, hogy miért, miért is érdekes ez, de nem most és nem itt. Jó? Úgyhogy ezt mindenképp meg akartam még mutatni. De akkor nézzük meg, hogy működik-e a program. Vagyis van binfa, ugye kell a bemeneti fájl neve, kell a mínusz o kapcsoló, meg kell egy kimeneti fájl név, ide parancsori argumentumként. Valami történt, írassuk ki, hogy mi is van itt. Jó, rendben van. Na hát mit látunk? Ugye látjuk azt, hogy kiírtuk a fát, igazából nem úgy, ahogy kéne, hanem 90 fokkal elforgatva, mert így egyszerűbb, illetve kiírtunk pár adatot. Ez itt most nem mond sokat, meg nem is olyan érdekes, ez csak tényleg azért van, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy jól implementáltuk-e a programot. Hát egyébként én korábban megnéztem, ennek kell kijönni, úgyhogy ez így rendben van. Jó.
Még egy dologra nézzük azért meg. Ugye? Jó. És ahogy látni, memóriát is jól használjuk. Nincs memória szivárgásunk. Meglepő módon elsőre jól meg is írtuk. Jó. Rendben van. Na. De ugye, még itt azért ne álljunk meg feltétlenül, hiszen azért van még itt dolgunk. Ugye, ami hiányzik, az itt ugye a Rule of Five, ezt mindenképp meg kell még csinálnunk, úgyhogy ez következzen. Ugyanis jó lenne, hogyha tudnánk olyat csinálni, hogy le tudjuk másolni ezt a fát. Legyen most már akkor nagy betű. És ezt a fát is így ki tudjuk írni egy fájba. Hát praktikusan írjuk ki ugyanabba a fájba, és akkor össze tudjuk hasonlítani. Csak itt már akkor a BIMFA 2 objektumot írjuk ki. Jó, tehát tudjunk máshatot létrehozni. Na nézzük meg, hogy jelen állapotban mi történik, hogyha ezt akarjuk csinálni. Jó, tehát látjuk azt, hogy letiltottuk a másoló konstruktort, így hívjuk ezt. Azt mondjuk, hogy ez a másoló konstruktor privátként van deklarálva. Ez pedig ugye itt a, onnan tudjuk, hogy itt a BIMFA osztályon belül a privát részen van. Hát esetleg még olyat tudnánk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy delete, ha jól emlékszem. Ez is hasonlót eredményez. Hát, use of deleted function, picit más a hiba üzenet, viszont akkor nem kell privátba tenni, hanem akkor itt a public részen is lehet ezeket jelezni. Ezt tényleg csak azért mutatom meg, hogy lássunk ilyet is, hogyha ezeket itt így delete-re állítjuk, akkor ezzel jelezzük, hogy ezek a függvények nem használhatóak. Jó? Ez tényleg csak azért, hogy a memória kezelésre oda tudjunk figyelni, tehát így akkor nem másolható. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha ezt nem tesszük meg. Akkor a program lefordul. Le is fut. Csak ugye, itt kapjuk a sok-sok hibát. Jó. Hát ez a Wallgrind-nak a kimenete egyébként. Jó. Tehát azért vannak itt gondok. Vannak itt memória kezelési gondok. Itt erre hívnám fel elsősorban a figyelmet. A nagy fejemtől nem látjátok. Tehát erre hívnám itt föl elsősorban a figyelmet, hogy... misztikus dolgok történnek. Jó, tehát látjuk, hogy 18 allokáció és 31 felszabadítás. Hát ez baj. Jó, tehát ez probléma. Úgyhogy ezzel nyilván valamit csinálnunk kell. Ugye double free van. De ezt itt ebből a hiba üzenetből látjuk is. Hát nyilván két dolgot tehetünk, vagy azt mondjuk, hogy nem másolható, és ezt jelezzük ezzel a delete-tel, vagy ahogy az imént csináltuk, hogy berakjuk public, privát részre ezeket a függvényeket, és akkor jelezzük, hogy nem másolható, illetve nem mozgatható, vagy pedig implementáljuk nyilván ezeket a függvényeket, hiszen ez az a két módszer, amivel ezt megoldhatjuk. Igazából nincs jó vagy rossz, hogyha van a szabadtárba valamink, ugye a FreeStore-ba használjuk a FreeStore-t, akkor vagy tiltsuk le ezeket a függvényeket, vagy pedig implementáljuk őket. Jó. Letiltani így lehet, vagy azt, hogy átrakjuk a privátba, most pedig megnézzük azt, hogy hogyan kell ezeket implementálni, hiszen a másoló függvényt nem véletlenül csináltuk. Na, úgyhogy akkor nézzük is meg ezeknek a függvényeknek az implementációját. Alapvetően a headerbe fogjuk megírni,
Hát igen, pont itt vagyunk. Úgyhogy akkor kezdjük a másoló konstruktorral. Hát, amúgy itt van a legegyszerűbb dolgunk, hiszen eredeti, hiszen van egy másoló függvényünk, úgyhogy itt igazából csak azt kell csinálnunk, hogy a gyökérre ezzel a másoló függvénnyel rámásoljuk az eredetit. Jó. Tehát van a másoló függvényünk, ami szépen csomópontról csomópontra szépen rekurzión bejárja a fát, és átmásolja. Jó, rendben van. Hát a másoló értékadás egy picit talán paramucibb, és akkor itt egy kicsit trükközni is fogunk, hiszen azt fogjuk csinálni, erre csak sikerül leírni, azt fogjuk csinálni, hogy ezt a másoló értékadást a másoló konstruktor segítségével fogjuk megcsinálni. Mégpedig úgy, hogy létrehozunk egy BINFA objektumot, egy ilyen átmeneti BINFA objektumot, amit a másoló konstruktorral fogunk elkészíteni. Jó, hát látjuk, hogy itt a másoló konstruktor fog hívódni, és tulajdonképpen az eredeti fát belemásoljuk ebbe a átmeneti fába, bocsánat. Itt akkor ugye csinálunk egy nagyon egyszerű kis swappet. Swappeljük a magunkat ugye a temppel, és egész egyszerűen csak visszatérünk. Ugye? Hát a return csillagdísz ugye a konvenció miatt kell, ugye szokott módon. Ugye ez a swap meg annyit csinál, hogy a magunkat, tehát ugye a gyakorlatilag a self-reference-t kicseréli erre a tempre. Na de, ugye most mi a self-reference? Tulajdonképpen az, ahol, amire, amit fölül akarunk írni BINFA objektumot. Na most, hogyha ezt kicseréljük a tempre, akkor tulajdonképpen annyit csinálunk, hogy tulajdonképpen a temp kerül abba az objektumba, amiben vagyunk, tehát amit fölül akarunk írni, amit meg fölül írtunk, azt meg kirakjuk a tempbe. Na de, mivel hogy ezt kiraktuk ebbe a temp objektumba, ami itt lokális, ugye, az, ez a lokális objektum, az scope végén föl fog szabadulni, tehát hívjuk a destruktort, és szépen eltűnik. Tehát nem nekünk kell azt csinálni, hogy végigmegyünk, fölszabadítjuk, stb. Rámásoljuk, meg hasonlók, hanem egész egyszerűen csak fogjuk és kicseréljük, tehát swappeljük a két objektumot. Na. Oké. Jó, menjünk tovább. És akkor nézzük meg a mozgató konstruktort. Hát itt mi legyen a... legyen ez is eredeti. Nem a legjobb kifejezés erre talán, de legyen az eredeti. Jó, és itt tulajdonképpen alapvetően annyit fogunk csinálni, hogy magunkra fogjuk a beépített move függvényt, és magunkra move-oljuk az eredetit. Jó, ugye itt korábban azt csináltuk a vektornál, hogy itt ugye átállítottuk, tehát úgymond elloptuk ugye a gyökérpointert, meg a pontosabban nem is a gyökérpointert, hanem az elempointert, illetve átállítottuk az értéket, és az eredetit kinulláztuk. Na most ez a move is tulajdonképpen ezt csinálja, hogy úgymond így ellopja ezeket a dolgokat. Kicsit bonyolultabb a helyzet, mert itt tulajdonképpen ez a move egy jobb értékreferenciát fog készíteni az objektumból, de most legyen ennyi elég. Amit még itt nekünk előtte meg kell tenni, hogy a gyökért azt ki kell nulláznunk, és majd így fogja a move tulajdonképpen ezt elintézni. Jó. Fogunk erről majd kicsit részletesebben beszélni a későbbiekben, most még alapvetően legyen ennyi elég. Jó. A mozgató értékadásnál kicsit egyszerűbb dolgunk van ennél, hiszen ott egy sima swap
és jól fog nekünk működni. Ugye ezek azok, amiket még most BevPro-on azért nem nagyon nézegettünk, hogy ezek a swap-ek meg move-ok hogyan működnek. Hát most akkor megnézzük. Tehát swap-eljük az eredeti gyökeret a mi gyökerünkkel, illetve swap-eljük az eredeti fapointerünket a mi fapointerünkkel. Jó? És ez ugye azért lesz megint csak jó, mert ugye amit mozgatni akarunk, az valószínű azért kell mozgatnunk, mert éppen ki fog menni a scope-ból. Tehát, hogyha igazából csak kicseréljük a két pointert, akkor tulajdonképpen jól járunk el, hiszen amit mozgatni akarunk, az bekerül a mi objektumunkba, tehát amire rá akarunk mozgatni, viszont amire rá akarunk mozgatni, azt betesszük abba, ami úgyis éppen kimenne a scope-ból, és annak majd szépen lefut a destruktora. Hát még majdnem azt mondom, hogy egyszerűbb, mint a vektornak a rule of five-ja. Na de nézzük meg, hogy működik-e. Ugye, hát kezdjük a másoló konstruktorral, az a biztos. Oké. Jó. Rendben van. Még azért azt nézzük meg, hogy mit írtunk ki a fájba. Jó. Így van. Itt látjuk, hogy kétszer írtuk ki a fát. Ugye itt van egyszer. Ez a binfa, a sima binfa, ez meg a binfa 2. Jó. És itt pedig az adatai vannak, aminek ugyancsak meg kell egyeznie. Úgyhogy ez a másolás, ez így első ránézésre jól működik. Nézzük meg a memória kezelést. Hát itt is 31 allokáció, 31 felszabadítás, és nem lehetséges memória szivárgás. Hát a másolásunk jól működik. Ez, ennek nagyon örülök, ez nagyon szuper. Csináljuk azt, hogy próbáljuk ki akkor a másoló értékadást. Hát ez először hozzunk létre egy ilyen alibi fát. Binfa 3, és egész egyszerűen csak tegyünk bele pár értéket. Opa. Pár értéket, csak hogy tényleg ne egy üres fát írjunk fölül. És írjuk fölül ezt a fát. És természetesen írjuk ki ezt is. Oké. Jó. Ballgrind itt is úgy tűnik, hogy rendben működik. Nem ír problémát. Nézzük meg a kimenetünket. Jó, itt az első fa, itt a második fa, itt pedig a harmadik fa. Hát itt az értékekben már van valami probléma. Ezt majd lassan lehet, hogy ki kell hiba kezelnünk, mert itt... Aha, de a fa az ugyan... Hát nem, nem ugyanaz a fa. Na itt akkor valami gond van. Erre majd rá kell néznünk, hogy mi lehet. Mert ezeket nem szedte ki. Ami misztikus, már ki kellene. Na nézzünk rá akkor erre itt. Mert itt akkor valami nem jól működik. Aha. Ez érdekes. Na mindjárt nézem itt a jegyzeteimet, hogy mi lehet a gond. Jó, hát ez itt már a mozgatás. Esetleg még a másolásba lehet valami kis hiba. Bár meglepődnék, mert akkor eddig miért működött jól. Jó, na nézzük.
Érdekes. Na, ez egy misztikus hiba, hogy itt a sweppelésnek pedig jónak kéne működni. Jó kéne működni, pontosabban. Jó, hát ezt majd, erre majd akkor ránézek később, mert itt ez probléma. Hogy itt miért nem működik jól a swap. Misztikus. Jó, hát menjünk tovább egyelőre, és akkor erre majd ránézek streamen kívül, mert ez valószínű egy kicsit hosszabb lélegzetvételű dolog lesz. Valami, mint okvetlenül valami nem az igazi. Jó, és erre majd akkor ránézek. De akkor a közis topsoros majd ránézek. Menjünk tovább, és akkor próbáljuk ki a többit is, hogy azok jól működnek-e. Hát itt most a move-ot nem akarom túl cizellálni. Itt annyit fogunk csinálni, hogy fogom hívni a Standard Library-s move-ot. Jó, most itt ilyen függvényhívásokkal nem akarok különösebben foglalkozni, hanem csak simán annyit csinálunk, hogy hívjuk ezt a Standard Library-s move-ot, ez is tulajdonképpen ezt fogja csinálni, csak picit egyszerűbben. Csak nézzük meg, hogy ez jól működik-e. Opa. Hát, mondjuk ha lefordítom újra, akkor látni is fogjuk. Oké. Jó, és akkor nézzük. Jó. Hát itt is van valami misztikus dolog. Nem. De. Na itt ez egyre érdekesebb. Vagy én nem veszek észre valami triviálisat. Ja, én persze, hát én vagyok a hülye. Oh. Jó, hát ha a BIMFA-ba teszem, a BIMFA 3-ba kéne. Bocsi, srácok, este van már, vagy mi? Jó. Na most nézzük. Jó. És most mindegyik tökéletes. Hát elnézést, srácok, tényleg bocsi, a BIMFA 1-be raktam ezeket, hát nyilván akkor az meg fog változni. A BIMFA 3-ba kellett volna, így azért látszik most már, hogy jól működik, tehát tökéletesen kezeli a memóriát, meg másol. Jó? Jó, oké. Jó, ezt jó, hogy észrevettem egyébként, mert itt bogarázhattam volna a memória kezelést órákig. Na jó. Oké, és akkor úgy néz ki, hogy jól működik, és itt az előbb láttuk, hogy a Walgrind se jelez nekünk hibát. Tehát akkor a BIMFA programunk jól működik. Örülök, hogy ezt azért észrevettük. Na, hát akkor
Alapvetően ez lenne a BIMFA program. Most itt nyilván ez egy picit más feelingű dolog volt, mint amit eddig csináltunk. Kicsit kevesebbet magyaráztam, mint szoktam, picit többet kódoltunk talán, mint amennyit szoktunk, vagy hát picit jobban daráltam ezeket a dolgokat. Ezt tényleg csak meg akartam mutatni, hogy mi is ez a program, hiszen tényleg itt a PT-n az elmúlt, hát nem is tudom hány évben, 6-7 évben, meg előtt a mérnök infón azért ez egy olyan ikonikus program volt így a programozáson, amit hát sokan emlegetnek azóta is. Alapvetően hát nem tudom, hogy ti mit fogtok ProGate-en majd tanulni, már aki még itt van esetleg is, és BevProg hallgató, meglátjuk, nem sok még a kérdőjel, viszont ez tényleg egy ikonikus program volt, ugye egy korábbi hallgató, kedves néző mondta itt talán múlt héten, hogy ez volt az a program, amiből ami miatt a fiúból férfi lett, a lányból pedig nő. Hát igen, ez tényleg egy olyan program volt. Tulajdonképpen a ProGate-en ezeket kellett így megírni, meg megérteni, hogy ezek hogy működnek, miért tud úgy működni, ahogy akkor ez hogy működik, ez hogy, tehát ezeket kellett így megérteni, illetve magának az egész BIMFA programnak a logikáját, meg hogy hogyan is épül fel. Akkor ilyen feladatok voltak itt például itt a kiír függvényt átírni, hogy máshogy működjön, meg hát sok más egyéb, tényleg sok más egyéb. És nyilván azért nézegettük ezt korábbi években is BevProgon, mégpedig olyan formában, hogy ebből volt védési feladat, nyilván nem itt a másolás meg a mozgatás, mert azért itt azért ez látszik, hogy picit máshogy van, meg talán egy kicsit bonyolultabb is, de ilyen apróbb átírásokat kellett tenni. Jó. Na, úgyhogy alapvetően ezt mindenképp meg szerettem volna mutatni, és mindenképp szerettem volna, hogy erről beszéljünk. Meglátjuk, hogy ez a videó milyen formába fog felkerülni YouTube-ra. Lehet, hogy így vágatlanul egy az egybe fölteszem, majd még kitalálom, de mindenképp meg akartam ezt így mutatni. Jó, úgyhogy alapvetően én ennyit gondoltam mára. Most nem nagyon álltam meg így kérdésekkel, ha van, akkor nyugodtan tegyétek föl, persze, mert nyugodtan. És ha valami esetleg picit nem világos, tudunk róla beszélgetni egyébként, miért is ne. Jó, és már is kitérek rá, stopsoros, hogy akkor hogy lesz, mint lesz. Ugye ez volt az utolsó BevProg stream. Hát ebben a fél évben mindenképp, aztán, hogy a jövő mit hoz, azt ki tudja. Tehát ebben a fél évben ez volt az utolsó, és akkor így kedden se lesz. Most jön ugye a számonkérések, vizsgai időszak, hasonlók, úgyhogy hát arra készülnetek kell, szerencsére nekem nem. Hát lesz vizsga, lesz olyan tárgyam, amiből van vizsga, de öt hallgató van, szóval azzal annyira nem leszek elhavazva. Viszont most egy kicsit megállunk a programozás streamekkel is. Tulajdonképpen én ezt március óta nyomom non-stop, szinte minden, talán egy vagy két hét volt, amikor nem volt programozás stream. És kell egy kicsi új impulzus, kicsit fel kell töltődni, meg picit meg kell állni, mert meg kell most egy kicsit állni, úgyhogy februárig biztosan nem lesz programozás itt a csatornán, viszont februártól, hát majd meglátjuk, tényleg nagyon sok még a kérdőjel, vannak tervek, hogy mit csináljunk, hogy mindenképp valami érdekeset szeretnék, de meglátjuk, meglátjuk. Úgyhogy most februárig biztosan nem lesz programozás stream. Játék az lesz, mert kicsit lazítani az mindig kell, de programozás az nem.
Stop soros, köszi, köszi. Ez kedves szavak mindenképp, köszi szépen. Jó, úgyhogy ennyi volt a Befrog. Én nagyon szépen köszönöm az egész fél éves figyelmeteket nektek hallgatóknak is, illetve azoknak is, akik csak úgy ide tévedtek és valamelyest itt is maradtak. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy hát azért mindig ilyen 40-50 fix viewer azért volt, ami tudjuk, hogy valóságban nem annyi, de ebbe most nem menjünk bele. Ugye inkább itt ilyen százas nagyságrend volt, aki ide kattintott. Erről most én külön statokat nem akarok írni, mert minek nincs értelme. Szóval a lényeg, hogy ennyi volt a Befrog. Nyilván a hallgatóknak a számunkérés még hátra van, mivel hogy még van 2 hét a fél évből. Ugye, akinek elmaradása van, a harmadik védés az pótolja, a negyediket pedig, aki még nem tette, az mindenképpen csinálja, mert ugye már csak ennyi van hátra a fél évből. Jó, úgyhogy tényleg nem maradt más hátra, mint hogy én elköszönjek. Tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer az egész fél éves kitartó figyelmet, az, hogy itt voltatok, néztétek, illetve tényleg az, hogy azért YouTube-on is látom, hogy nagyon aktívan nézitek vissza a korábbi adásokat. Például a legelső stream az most lépte át az 1000 megtekintést. Elképesztő, elképesztő. Jó, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy egész fél évben itt voltatok. Folytatjuk mindenképp. Az, hogy milyen formában, mikor és hogyan, azt még most nem tudom, de mindenképp folytatjuk. Jó, úgyhogy kívánok nektek további szép napot, további kellemes hétvégét, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hello, sziasztok!